A legutóbbi a bátaszékiek által szervezett Cikádor Kupa országos meghívásos verseny fél ezer résztvevővel kihívást jelentett a bíráskodásnak is. Többször van nézeteltérés egy-egy bírőítélet kapcsán, mint egy sokkal kisebb átlagos versenyen. Egy-egy bátrabb, úgymond keményebb támadás után gyakran leléptetik a kezdeményező versenyzőt idehaza. Mondván nem csupán agresszív a támadó, hanem az önvédelmi irányultságú karatében a bírók szerint szabályellenes is, és leléptetik az ezt a harcmodort képviselőt. Ennek a hazai bírói felfogásnak áldozata lett több bátaszéki versenyző is. Nagy Ákos vezetőedző kiállt gyerekei mellett, mert meggyőződése nemzetközi porondon ez a harcmodor az érvényesülés eszköze, és más szemlélet is jellemzi az ottani bíráskodást. Általában egyébként pont ez a baj, de egyébként a nemzetközi porondon meg ez a jó, hogy agresszívak a versenyzőink. Mi rengeteget harcolunk egyébként a Magyar Karate Szövetséggel azért, hogy a magyar bírók próbálják egyre inkább a nemzetközi trendeket követni, hiszen a magyar versenyzők kimennek külföldre, és azt látjuk, hogy sokszor nem elég agresszívak a nemzetközi mezőnyhöz. Tehát mi ezt próbáljuk kamatoztatni, ezt próbáljuk sugallni és az edzés munkába is kialakítani, hogy ezeket a nemzetközi trendeket kövessék, de sajnos sokszor pont a magyar bíróknál ütközünk falakba, mert nagyon sokszor nem ponttal jutalmazzák, hanem intéssel jutalmazzák idézőjelbe ezeknek a versenyzőknek a teljesítményét. Tehát azt kell mondani, hogy az Izsák Bence és a Bognár Barna is pont azért kapott ki a saját kategóriájába, mert én azt gondolom, hogy egy bírói túlkapás miatt, de egyébként mi magyar edzők rengeteget küzdünk a Magyar Karate Szövetség bírói bizottságával ebben a tekintetben. A vita építő jelleggel bizonyára a háttérben, a kulisszák mögött most is zajlik valamilyen szinten. Nos, ebből a szempontból is fontos, hogy az idei Európa-bajnokságot évvégén Budapesten rendezik, amelyen több külföldi bíró is közreműködik majd. Fontos a szemléletváltozás, a közös nevező megtalálása, mert elvégre egy új olimpiai sportágról van szó, amelyben ebből a szempontból is rendnek kell lennie.